Mindenképpen csak írásbeli vizsgát tartunk, néhány tárgyból van kivétel, erre megtörténtek már a bejelentkezések, ezáltal a személyes kontaktusokat a felére csökkentjük. Az első héten a vizsgák 9 órakor kezdődnek, ennek az az oka, az a magyarázata, hogy a munkába járók és az érettségizők lehetőleg ne találkozzanak a különböző járatokon tömegközlekedésben, melyek egyébként, melyek esetén a járatsürítés megtörtént, köszönet az együttműködésért az érintett társaságoknak, tehát a tömeg Közlekedés terén arra lehet számítani, hogy a vizsgák kezdete előtt időszakban sűrűbben járnak majd az eszközök. Ezzel együtt is véletlenül arra készülünk, hogy számos esetben inkább autóval viszik oda, érkeznek oda az érettségizők. Annak érdekében, hogy ebből ne legyen forgalmi fennakadás, az intézmények előtt a közterületeken a rendőrség közreműködését is kértük, tehát bent az épületekben nem, de kint forgalomirányítás, csoportosulások kezelése érdekében lehetséges a rendőri jelenlét, és lesz rendőri jelenlét az iskolák környezetében mindenkinek maszkot, a tanároknak pedig kesztyűt is biztosítunk az állami tartalékok terhére. Tanulói maszkból 422.455 darabnak a kiszállítása, felügyelő tanároknak és az emelcintű javító tanároknak 147.075 darab maszk, és ugyanannyi pár kesztyű kiszállítása e, indul el kezdődött meg a egyes intézményekben, jelenleg a kormányhivatalokban vannak ezek az eszközök, és hónapi nap folyamán lehet átvenni majd. Ennek kapcsán az intézmények, a fenntartók megkapták már az értesítést, hogy ki, hol, milyen módon tudja ezt megtenni. Minden érettségiztető intézmény készfertőtlenítőt is kap, ugyanígy a központi állami tartalékok terhére. Alaposan kitakarítjuk az épületeket, ellenőrizzük a mosdók felszereltségét, takarítottságát, és folyamatos lesz a vizsgák alatt is a takarítás az épületekbe. Termentesítjük az idősebb, krónikus betegségekkel küzdő kollégákat, hiszen ők veszélyeztetettebb körben vannak. Mindenhol kértük a vizsgaszervezőket, hogy olyan módon készítsék a beosztást, hogy az érintetteknek a terhelését kerüljük. Iskolai kapuk, ajtók legyenek nyitva, a belépés több bejáratot használva valósuljon meg a vizsga folyamán, és nyitott ablakok szellőztetés mellett valósuljon meg az írásbeli. Legfeljebb tíz vizsgázó legyen egy teremben, vagy lehet egy teremben, kevesebb természetesen lehet, több intézményről tudunk, ahol még ennél is szellősebben oldották meg, és legalább másfél méter tartsunk a vizsgázók között, itt is lehet nagyobb távolságot tartani dolgozatok fertőtlenítését egy nagyon huszáros módszerrel oldjuk meg, ugyanis papíron a vírus 24 óra alatt elpusztul, ezért a vizsgálat dolgozatoknak a pihentetésével ö, teljesen biztonságos a papíroknak a kezelése. Fontos lehet talán az is, máskor megadjuk a módját, és az érettségi esetén ünnepi viselet, adott esetben öltöny, blúz viselete ö, kötelező, ebben ö, ez nem jogszabály írja elő, itt javasoljuk, hogy mivel a ruha váltásának is lehet jelentősége, most egy kicsit talán lazább körülmények között kerüljön erre sor, így is úgyis írásbeli vizsgákról beszélünk, tehát az öltöny húzása az urak számára sem kötelező.